utazásos videóval jelentkezek. Itt vagyunk Norvégiában, a gyönyörű norvég természetben. Stavangertől körülbelül 20 km-re vagyunk, Szólánál, Szóla tengerpartjánál. Gyönyörű fehér homok vesz minket körbe, majd mutatok róla a fényképeket is. És hát amit érdemes tudni, illetve hát érdekesség, hogy képzeljétek el, az van mindenhova kinyilazva ide a tengerparthoz részhez, hogy strand. Tehát úgy, mint a magyarul is pontosan úgy van leírva, úgyhogy én megdöbbentem, hogy igazából ugyanaz a szó, ugyanazt jelenti, mint magyarul is. Én még egy ilyen nyelven nem találkoztam, hogy a strand az ugyanazt jelentse. Szóval itt vagyunk most a tengerparton, és majd szeretnénk még Stavangerbe is eljutni ma, és a három kardról beszélni, illetve azt bemutatni nektek, az a norvég államalapítást szimbolizálja. Úgyhogy addig is, sziasztok! Mögöttem láthatjátok Norvégia egyik talán legnagyobb és legjellegzetesebb jelképét, a három kardot, ami azt szimbolizálja, hogy 872-ben a Hafrsfjordi csatába egyesítették Norvégiát. Norvégia három kerületből állt, és ez a három kerület jelképezi a három kardot, és 872-ben ez a csata azzal végződött, hogy sikerült Norvégiát egyesíteni, méghozzá széphajú Harald vezetésével, széphajú Harald király vezetésével. Hát ez a három kard, tehát ami mögöttem láthatjátok, úgyhogy népszerű turisztika attrakciónak számít, meg sok helybeli jön ide ki piknikezni is, úgyhogy hát igazi ilyen kirándulós hely. Úgyhogy hát akkor ennyi lett volna. Sziasztok! Stand.